Folytatódik Balatonalmádi és az északi part egyik legnagyobb területű fürdőhelyének fejlesztése. A Veselényi strand nyugati oldalának rekonstrukciója keretében már tavaly elkezdődtek a munkálatok. A Veselényi strandon a tavalyi év folyamán elbontásra került a hátam mögötti területen több eléggé leromlott állapotú büféépület, valamint a csúszda, és egy tereprendezést végeztünk, ami alapját adja az ezévi beruházásoknak egy kétegységes büféépületnek. 40 millió forintos keretösszegből egy 2x60 négyzetméteres melegkonyhákkal felszerelt büféépületet terveztetett ide az önkormányzat. A belső kiszolgálás mellett összesen 150 négyzetméteres fedett terasz is tartozik majd az egységekhez. A beruházás megvalósítását már korábban elkezdték volna. Az volt a probléma, hogy első körbe túlszaladtuk a költségkeretet, a terveknél a műszaki tartalmat próbáltuk csökkenteni, úgyhogy azért az építészeti értékek ne sérüljenek, és bízunk abban, hogy ez az összeg, ami most rendelkezésre áll, a tervekre is bele fogunk férni, valamint abban bízom, hogy a közbeszerzési eljárást mielőbb le tudjuk folytatni. A tervek szerint a szezonra legalább szerkezetkész állapotban lesz az épület. Ha teljesen elkészül, akkor bontják el a területen lévő egységeket. De várhatóan az idei főidényben még ezek szolgálják ki a látogatókat.